A miniszterek átmentek. Minden miniszter pozitív véleményezést kapott a szakbizottságokban, de a legsikeresebbnek a sportminiszter bizonyult. Ő csak egy ellenszavazatot kapott. Félelem nélküli karácsony. A karácsony legfontosabb üzenete, hogy lehetséges a találkozás Istennel. Karácsonyi üzeneteikben a történelmi egyházak vezetői arra biztatnak, ne féljünk. Főzés és fenyőfaállítás ideje van most. Az ünnepre készülve mind a menüsorok, mind a karácsonyfa kiválasztása fejtörést okozhat. Köszöntöm Önöket a híradóban! Florin Kötzut bízta meg kormányalakítással Klaus Johannis államfő. A nevesített miniszterelnök szerint az új kormány legfontosabb szerepe, hogy hatékonyan kezelje az egészségügyi és gazdasági válságot. Florin Kötzut, aki az Orbán kabinetben a pénzügyminiszteri tisztséget töltötte be, a PNL-é, az Uszéré Plusz Szövetség és az LMDS közösen jelölte kormányfői tisztségre. A Kotrocsény palotában adott nyilatkozatában az államelnök kiemelte, hogy a parlamenti pártokkal folytatott múlt heti egyeztetések óta eltelt napokban végre megalakult egy erős koalíció. A koalíció formata din... Megalakult a PNL-é, az Uszéré Plusz és az RMDS jobb közép koalíciója, amely bizonyította, hogy többsége van a parlamentben, és amely a keddi egyeztetésen nevesítette miniszterelnök jelöltjét. Mindezeket figyelembe véve úgy határoztam, hogy Florin Kötzut nevezem ki miniszterelnök jelöltnek. A sajtótájékoztatón jelen volt Florin Kötzú is, aki elmondta, bár nehéz helyzetben áll az ország az egészségügyi, illetve gazdasági válság miatt, az új kormány képes hatékonyan kivezetni az országot a válságból. Biztosítani szeretném a románokat, tudatában vagyok annak, hogy Románia egy nehéz időszakot él át, és garantálom, hogy megteszek mindent, ami lehetséges, hogy stabil és időtálló kormányunk legyen. Hozzátette, az új kabinet egy szakemberekből álló csapat lesz. A kijelölt miniszterelnök ugyanakkor átlátható és becsületes partnerségről biztosította az államfőt. Nekünk egy közös célunk van, Románia fejlesztése, fogalmazott Kötzú. Az Alkotmánybírósághoz fordul a Románok Egyesüléséért Szövetség, amiatt, ahogyan megválasztották a parlament alsóházi elnökét. George Simion, az AUR társelnöke szerint Ludovik Orbánt úgy választották meg a képviselőház elnöki tisztségére, hogy az ülés már le volt zárva. Ludovik Orbán PNL-i elnököt hétfőről kedre viradóra választották meg a parlament alsóházának elnöki tisztségébe. Gyakorlatilag a szavazás éjfél után 14:30-kor zárult le. Híradón korábban már beszámolta arról, hogy a képviselőház alakuló ülését az AUR hónatjai által keltett botrány hátráltatta. Mi több, az AUR-t képviselőkor elnök fáradtságra hivatkozva berekeztette az ülést, a szélsőséges alakulat képviselői pedig kivonultak a teremből. Ezután került sor az alsóház elnökének megválasztására, ami George Simion szerint alaptörvénybe ütközik. Să luptăm pentru democrație cu mâna pe Biblie. Kezünkkel a Biblián arra esküdtünk, hogy megvédjük a demokráciát. Ami a képviselőházban történt, az gyakorlatilag támadás az alkotmány ellen. Az AUR adta a képviselőházi elnököt, és miután megalakult hivatalosan az alsóház, lezártnak nyilvánította az ülést, hogy ezáltal véget vessen a rendszer parlamenti pártjai közötti összeesküvésnek. A pártelnök azt is sérelmezi, hogy a parlamenti bizottságokat az AUR képviselőit mellőzve alakították meg. Nyilvánosságra hozták a Kötzú kabinet miniszter jelöltjeinek végleges névsorát. A tárca vezető jelölteket ma már meg is hallgatták a szakbizottságokban, és minden miniszter pozitív véleményezést kapott a bizottsági meghallgatáson. A jobbközép-koalíciós kormányban Florin Kötzú tölti be a kormányfői tisztséget. Miniszterelnök helyettesek az Uszéré elnöke Dan Barna és az LMDS szövetségi elnöke Keleme Hunor. A Védelmi Minisztériumot továbbra is Nikolai Csuk, míg a külügyi tárcát Bogdan Aurescu vezeti. A pénzügyminisztérium élére Alexandru Nazárét jelölték, a belügyi tárcát Lucian Bode, az oktatási minisztériumot Szorin Kümpianu vezeti majd. Virgil Popescu az energiaügyi miniszteri, Adriano Rossz a mezőgazdasági, Bogdan Gheorghiu a kulturális, Raluca Turcan pedig a munkaügyi és szociális védelemért felelős miniszteri tisztséget tölti majd be. Ami az Uszéré Plusz Szövetség minisztereit illeti, Katalin Drula kapta a szállításügyi tárcát, Claudio Nassui a gazdasági, vállalkozásügyi és turisztikai minisztériumot, Stélián Jón pedig az igazságügyi tárcát vezeti. Christian Ginie az európai befektetésekért és projektekért felelős miniszter, Vlad Vojkulescu az egészségügyi miniszter, míg Ciprian Telemán a kutatásért, innovációért és digitalizációért felelős tárcavezető.
Az LMDS 3 szaktárcát vezet. A szövetség részéről Cseke Attila tölti majd be a fejlesztési, közmunkálati és közigazgatási miniszteri tisztséget, Táncos Barna vezeti a környezetvédelmi, vízügyi és erdőügyi minisztériumot, míg Novák Eduard látja el az ifjúsági és sportügyi tárca vezetői tisztséget. Mindegyik miniszterjelölt pozitív véleményezést kapott ugyan a parlamenti szakbizottságokban, de az RMDS által az ifjúsági és sportminisztérium élére nevesített Novák Eduard, Románia egyetlen paralimpiai bajnoka, rekordszintű támogatást kapott. Csupán egy bizottsági tag szavazott ellene. Híradónknak terveikről nyilatkozott mindhárom magyar miniszter. A PNL UCR plusz RMDS kormánykoalíció mindegyik miniszterjelöltje pozitív véleményezést kapott a szakbizottságoktól. Híradónk bukaresti stábja a sikeres meghallgatást követően az RMDS miniszterjelöltjeit kérdezte terveikről. Cseke Attila a decentralizáció és a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatása mellett a bölcsődehálózat fejlesztését tartja a legfontosabb feladatainak. Ez 3%-a a gyerekeknek mehet bölcsődébe, mert ennyi helyünk van, és ezt a rendszert fejleszteni kell, ha azt akarjuk, hogy a fiatal anyák vissza tudjanak menni, ha vissza szeretnének menni dolgozni, hiszen akkor a gyermeket valahol kell hagyni, ha nincs hol hagyni, akkor nem tud vissza menni a munkaerőpiacra, illetve az, hogy a családok gyermeket vállaljanak, hiszen a családoknak az is fontos, hogy mi következik majd a gyermekvállalás után. Táncos Barna szerint a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti tárcát újra kell szervezni. Intézményeket kell átszervezni ahhoz, hogy a környezetvédelmi alap könnyebben eljusson az emberekhez. Meg kell nézni, hogy milyen feltételrendszert támasztunk, amikor ilyen alapokról finanszírozást biztosítanánk, hisz nagyon sokan nem tudnak hozzájutni a pénzhez, mert a feltételeket nem tudják teljesíteni. Ki kell bővíteni ezeket a programokat, gondolunk kell a mezőgazdasági gépek lecserélésére is, az is egy óriási szennyező faktor tud lenni országos viszonylatban. Megtiszteltetésnek nevezte jelölését Novák Eduard, Románia egyetlen paralimpiai bajnoka. Szerinte az elmúlt években ritkán volt arra példa, hogy szakértőt nevezzenek a tárca élére. A sportvezető szeretné meghálálni a bizalmat. A legfontosabb az, hogy egy stratégiába kell gondolkozzunk, persze meg kell változtatni minél hamarabb a sporttörvényt, már rengetegen próbálkoztak, de szerintem ezt meg lehet csinálni, és a célom az, hogy 2021-ben legyen egy konkrét stratégia, román sportstratégia letéve az asztalra, ami azt fogja szolgálni, hogy fiatalok egyaránt az edzők és mindenkinek egy olyan része legyen ebben a rendszerben, hogy bajnokokat tudjunk nevelni. Novák Eduard kapta egyébként a legnagyobb arányú támogatást a parlamenti szakbizottságtól, mindössze egy ellenszavazatot kapott, 17-en viszont támogatták miniszteri jelölését. A képviselőház és a szenátus együttes ülésén bizalmat szavaztak ma este Florin Kocu miniszterelnöknek. Az új jobb-közép kormány tagjai este 7 órakor tették le az esküt. A 465 parlamenti képviselőből és szenátorból 446-an voltak jelen az új jobb-közép kormány beiktatásáról szóló szavazáson. 260 támogató, 186 ellenszavazattal megalakult a PNL UCR plusz RMDS kormánya. A kormánykoalíciót alkotó három párt honatjáin kívül a nemzeti kisebbségek képviselői is a Florin Kücsú vezette kabinet megalakulására szavaztak. Az új kormányfő rövid beszédében köszönetet mondott. A december 6-ai parlamenti választást követően a PCD-nek 157, a PNL-nek 134, az UCR plusznak 80, az AUR-nak 47, az RMDS-nek 30, míg a nemzeti kisebbségeknek 17 honatjája van a parlamentben. A PNL UCR plusz RMDS kormánynak a nemzeti kisebbségek képviselőivel kényelmes többsége van a kormányzáshoz. A neheze csak most kezdődik, így fogalmazott híradónknak a kormány megalakulását követően Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes, az RMDS szövetségi elnöke. Az új kabinetnek sürgősen el kell fogadnia a jövő évi költségvetést, mondta. Költségvetést kell az országnak elfogadni januárban, a jövő évi költségvetésben pedig el kell tudnunk azokat az előirányzatokat különíteni, amelyek a fejlesztéseket folytatják, új fejlesztéseket elindítanak azért, hogy a gazdaságot megalapozzuk, infrastruktúra, kiszámítható pénzügyi és adópolitika és a munkahelyek védelme. Nehéz időszak előtt állunk és nagy felelősséget vállaltunk, olyan minisztériumokat vezetünk, amelyekben a döntések mindenkire kihatnak, nem csak a magyar emberekre, és ugyanakkor a kormányzati eszközökkel a magyar közösség érdekeit is védenünk kell.
Az 1989-es forradalom egyetlen magyarországi áldozatára, Tóth Sándorra emlékeztek ma Aradon. A hódmezővásárhelyi hős mártíromságával összekötött két népet és két várost is, Aradot és Hódmezővásárhelyt. 31 évvel ezelőtt, december 23-án hajnalban lőtték agyon az aradi Maros hídon Tóth Sándor hódmezővásárhelyi gépkocsi vezetőt, aki a hódmezővásárhelyen összegyűlt adományokat, segélyeket szállította a temesvári kórháznak. Tóth Sándor bátorsága hihetetlen volt, hiszen annak ellenére, hogy dörögtek a fegyverek, ő nem adta fel misszióját, elindult a segélyekkel, hogy teljesítse a hódmezővásárhelyi polgártársai által rábízott feladatot. Így történt, hogy valami szerencsétlen gyilkosok lelőtték, 31 év után sem tudjuk pontosan, hogy kik tették ezt vele. A Maros hídnál emeltek kopjafát emlékére, ahol évente koszorúkat helyeznek el, és felelevenítik a hétköznapi kisemberből lett hőstört. Rendhagyó megemlékezés volt a mostani, hiszen a járványhelyzet miatt sem Tóth Sándor családjának tagjai, sem pedig a hódmezővásárhelyi küldöttség nem lehettek jelen Aradon. Valóban ilyen helyzetben még nem emlékeztünk. Viszont azok, akik itt voltunk, felmutattuk azt, hogy Arad nem felejt. Nem felejti el azokat, akik annak idején az életüket áldozták, hogy másképpen éljünk egy diktatúra után demokráciában. És nem felejtjük el azt a Tóth Sándort, aki segélyt hozott. A 44 évesen elhunyt három gyerekes családapa emlékezete testvérvárossá kapcsolta Aradot és Hódmezővásárhelyt. A kihívásokkal, gondokkal és nehézségekkel teli év után talán nehezebben tudunk felkészülni a karácsonyra. Az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak képviselői bátorságra, reménységre, a szeretet befogadására és lelki találkozásra buzdítanak az idei ünnepen. Karácsony ünnepére ebben az évben talán még inkább várakozunk, hiszen sok elgondolkodtató dolog történt velünk. A nehézségek és a bizonytalanság azonban még jobban Isten fele vezetnek minket. Így rájövünk, hogy csak ő képes kivezetni ebből a káoszból, fogalmazta meg karácsonyi köszöntőjében dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. Istennek fia ma is beleszületik ebbe a sok sebből vérző világba, beleszületik, hogy velünk legyen, és begyógyítsa a lelkünk sebeit. Azért jött, hogy megváltson, hogy megszabadítson. A jelen helyzetben talán még inkább megértjük és átérezzük ezt. Amikor úgy kell ünnepelnünk, hogy tele vagyunk korlátozásokkal és még szeretteinket sem ölelhetjük meg, Jézus születése adjon reménységet mindenkinek a szebb jövőre, osztotta meg gondolatait Kató Béla református püspök. Isten elküldte az ő fiát erre a világra, és ő azért küldte, hogy nekünk életünk legyen. Ebben a reménységben tudunk mindannyian megállni, és ezzel a reménységgel tudunk arra gondolni, hogy lesz más karácsonyunk is, de ez is az ő akaratából van. A szigorítások talán megakadályoznak bennünket abban, hogy együtt ünnepelhessünk szeretteinkkel, de az Istennel való találkozást nem tudják megállítani. Böcskei László megyés püspök szerint ez az idei karácsony legfontosabb üzenete. Most a járvány idején is nekünk lehetséges ez a találkozás. Lehet, hogy nem mindig azokkal, akikkel mi szeretnénk, ugye a legközelebbiekkel, vagy a szerettek, vagy az ismerősökkel, de találkozás az Istennel, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsük el, mert ezt nem tudja kiiktatni senki a mi életünkben. Nem tudják megtiltani azt, hogy mi lelkileg felkészüljünk és elénekeljük a mennyből az angyalt. Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspök a pásztorok félelméhez hasonlítja napjainkat. Hiszen nekünk is egy dolgot kell szem előtt tartanunk, a betlehemi csillag fényét, amely bátorságot ad és elvezet minket a születendő Krisztushoz. Így szól az angyali kar üzenete, hogy ne féljetek. Most is így szól hozzánk ebben az esztendőben is, és adja a jó Isten, hogy a szeretet, a felelősség legyőzze ezt a félelmet, és jókedvel, békességet munkálva éljünk embertársaink közösségbe. A Dorjáni Dezső püspök szerint az idei évben rengeteg ismeretlen és szokatlan dologgal kellett szembenéznünk és megküzdenünk, de a karácsony lényege a világjárvány közepén sem változott, Isten szeretete. Változik az ember, változik az életünk, az élet körülményeink, a gondolkozásunk, oly sok minden. De az, hogy Isten szeret minket, és Isten velünk akar lenni, és Isten osztozni akar a mi sorsunkban, életünkben, sőt,
Isten ezen túlmutatva az örökké valóságba akar átvinni bennünket, az örök létbe, örök létet akar adni az embernek. Ez nem fog soha változni. Ennek fényében engedjük el a félelmeket. Ne féljünk együtt lenni, ne féljünk templomba menni, ne féljünk Istennel foglalkozni, és igazán megélni a karácsony ünnepét. A karácsonyi menü nem feltétlenül jelent egyet az egészségtelen étkezéssel. A hagyományos étkek újra gondolt egészséges változatát mutatja be a Csíkszeredai Sapientia MT legújabb Sapiofil videója. A rövid szórakoztató videókat 4 éve készítik azzal a céllal, hogy ismertessék az egyetem oktatóit, témáikat, a szakokat, ugyanakkor fontos társadalmi kérdéseket is boncolgatnak, mint például a női szerepek változása, vagy a hulladék újrahasznosítása. Nem, fogyózzom! Ki ne ismerni a karácsony elmaradhatatlan epizódját, a beiglis tányér hatalmas kísértését. A Sapiofil videója megoldást nyújt azoknak is, akik az ünnepek után még szeretnének beleférni nadrágjaikba. A videó készítői konkrét tanácsokat adnak arra vonatkozóan, hogy miként tehető a hagyományos étel kalóriaszegényebbé, egészségesebbé. A Sapientia MT Csíkszeredai karának élelmiszeripari mérnöki szakán rendszeresen foglalkoznak a táplálkozással, az élelmiszerek vizsgálata. Kutatásba is belemélyedünk, különböző konyhatechnológiai eljárásokat is alkalmazunk kutatásoknál, hogy hogyan reagálnak, hogy milyen hatással vannak egy-egy ételkészítésnél is. Ez volt az egyik, meg másik természetesen az is, hogy az egész karantén alatt látványos a súlygyarapodás, ahogy visszajöttünk az egyetemre is tapasztaltuk, és hogy karácsonykor még ezzel ne nehezítsünk, próbáljuk ezt úgy átadni. Beigli nélkül elképzelhetetlen a karácsony. De már is lerakjuk a 6. szeletet, ha megugglizzuk, hogy egy szeletdiós beigli hozzávetőlegesen 170 kilokalóriát tartalmaz. A karácsony kedvelt süteményéről kiderül a videóból, hogy gyakorlatilag egy kalóriabomba. De a néző megoldást is kap ahhoz, hogy egészségesebbé varázsolja a diós csodát. A videó azonban nem száraz adathalmaz, információcsomag. A készítők nagyon figyelnek arra, hogy érdekes, szórakoztató is legyen a tájékoztatás mellett. A forgatás, az ilyen 4-6 órát vesz igénybe, és akkor a vágási folyamat, ami az egy nagyon hosszú dolog, hát, hogy megtöröm az információ áramlatot, néha egy ilyen kis bevágásokkal, vagy rövid green screen jelenetekkel, hogy minél befogadhatóbb legyen az információ nézőnek. A Sapiofil videók számos praktikus tanáccsal is ellátták nézőiket az elmúlt években. Volt, amelyik arra tanított, hogyan osszuk be a pénzünket, találni közöttük a környezettudatosság alapjait vázolót, de érdekes anyag készült arról is, hogy miként tartható meg hosszú távon az újévi fogadalom. A karácsonyi időszakban mindig rengeteg a tennivaló, évvégi hajtás a munkahelyen, nagy takarítás, ajándékok beszerzése, becsomagolása. A legnagyobb feladat azonban mégis az ünnepi menü elkészítése. Erre ad néhány tippet és jó tanácsot a Petri Bisztró séfje. Karácsony előtt talán az ajándékozás dilemmájánál is nagyobb fejtörést okoz, hogy mi is legyen az ünnepi menü. Vannak, akik már jóval az ünnepek előtt elkezdenek tervezgetni, de van, aki még szenteste előtt néhány nappal sem tudja eldönteni, mit főzzön. Karácsonykor a desszertkavalkád mellett a legtöbben halászlevet vagy töltött káposztát készítenek, de ha kicsit elrugaszkodunk a hagyományoktól, finom és izgalmas ételeket tehetünk az ünnepi asztalra. Erre Csapó Sándor, a Petri Bisztró séfje adott néhány tippet. Wellington bélszín, disznóból, marhából, pulykából, pulykát különféle pácsa, fűszer, keverékekkel, ízesítésekkel, ez ízlés kérdése, úgymond. Ciderre, borra, almával, narancssal, tehát mindenki a kedve szerint ezt lehet variálni. Esetleg aki húsmentest is szeretne, az lehet, csinálhat lazanyát ilyen vajtökkel, krumplival, ami még érdekes lehet karácsonyra. Bár a menüsor összeállítása valóban nem egyszerű feladat, ugyanolyan fontos, hogy az ünnepi készülődést ne teherként éljük meg, hanem nyugodt és élvezhető ráhangolódás legyen.
A séf tanácsa, hogy érdemes jó előre kitalálni, mit is szeretnénk főzni, és időben beszerezni a hozzávalókat, ha karácsonykor inkább minőségi időt töltenénk a családdal, ahelyett, hogy elmegy a nap a menü elkészítésére. Ezzel ugyanis rengeteg időt és energiát spórolhatunk meg, és közben igazán ízletes, finom ételek kerülnek az ünnepi asztalra. A karácsony általában a családi együttlétről, a pihenésről és a kényelmes, ráérős étkezésekről, nassolásokról szól. Egyáltalán nem törvényszerű viszont, hogy ez súlygyarapodással is járjon. Az édességeket leszámítva ugyanis egészséges menüt is tudunk összeállítani az ünnepekkor. A híradónk által megkérdezett dietetikus tanácsokat adott a plusz kiló kivédésére. A legtöbb háztartásban már elkészültek a hagyományos karácsonyi ételek és a sütemények sokasága. Ebben az időszakban még a rendszeresen sportoló személyek egyensúlya is könnyen felborulhat, látva az incsiklandozó, illatozó menüfogásait. Ezért érdemes a menüsorban szereplő ételek alapanyagait egy kicsit megváltoztatni, kevesebb lisztet és szénhidrátot használni, vagy akár jó minőségű zsírral készíteni a fogásokat, vélte a híradónk által megkérdezett dietetikus. A súlygyarapodás nem attól függ, hogy milyen ételt eszünk, hanem attól, hogy több tápanyagot viszünk be a szervezetünkbe, mint amennyit elégetünk. Az első dolog az, hogy eldöntöm, hogy soha nem lakok be. Tehát nem keresem azt az érzést, oké, ott vannak az ételek, el vannak készítve, nem fogom azt az érzést keresni, hogy most tele legyen magam. Eszek egy keveset, mindig érzem, hogy oké. Amennyiben lehet, kerülöm a nassolásokat, ugyebár most mit fogunk nassolni? Beiglit, kalácsot, tehát ezek mind cukorral és liszttel vannak vele. Miért ne cserélném le ezeket a dolgokat gyümölcsökre? A dietetikus azt is hozzátette, hogy ha már kész van a hagyományos ízek szerinti karácsonyi menü, a nassolást helyettesíthetjük akár lédús gyümölcsökkel is. Emellett pedig érdemes a testmozgásra is odafigyelni az ünnepek alatt. Étkezés után tehetünk egy hosszú sétát, vagy akár otthon is végezhetünk gyakorlatokat. Örökös dilemma a fenyőfa vásárlásnál, hogy igazi vagy műfenyő a jobb döntés. Többekben felmerült már a kérdés, hogy össze lehet-e hasonlítani egyáltalán. Utána jártunk, hogy mi alapján döntenek az emberek egyik vagy másik mellett. Egyre több háztartásban váltja fel a vágott fenyőfát a műfenyő. Van olyan, aki kényelemből, és olyan is, aki a környezetszennyezés csökkentése miatt dönt úgy, hogy nem vásárol vágott fenyőfát. Fontos tudni azonban, hogy a műfenyők javarészt mesterséges anyagokból készülnek, és jóval hosszabb idő alatt bomlanak le. Ráadásul az igazi fenyőfára is van alternatív megoldás, például a cserepes fenyő. Amikor a tökéletes karácsonyfa kiválasztása a cél, akkor az emberek véleménye általában két részre oszlik. A műfenyő mellett azok döntenek, akik egyszer megvásárolják, és utána több éven keresztül újra tudják díszíteni, minden évben karácsonykor ugyanazt a fát használják fel. Nem szabad elfelejteni azonban azt, hogy előbb-utóbb a műanyag hulladékban fog kikötni. Ezzel szemben az igazi fenyőt minden évben kidobjuk, viszont környezetbarát módon lehet újra felhasználni, például tűzifaként. Ráadásul a vágott fenyő illata sokak számára elengedhetetlen az igazi karácsonyi hangulathoz. Eu am luat doar niște rămurele și le împodobesc cu câteva globurele și miroase a brad foarte bine. Cel artificial n-are nicio noimă. Sokan azt gondolják, hogy amennyiben műfenyő mellett döntenek, megmentik egy igazi fenyőfa életét, viszont ezeket a fenyőket valójában kizárólag azért ültetik, hogy karácsonyfa legyen belőlük. Környezeti szempontból akkor lesz egyenértékű a műfenyő az igazi fenyőfával, ha azt legalább 20 évig használják. Nincs nem foarte mult spațiu casă, și atunci am ia un brăduț artificial mai micuț. Dar dacă mă întrebați ce mi-ar plăcea, ar fi un brad natural. Până am făcut, am avut familie, am făcut un brad normal. Mai puțin murdar și nu trebuie să schimbăm și în plus așa nu trebuie să taiam niciun copac pe în pădure. A megkérdezettek arról is panaszkodtak, hogy a műfenyőket nehéz évközben tárolni, de volt olyan is, aki ezt nem tartotta nagy problémának. Se strânge destul de bine, poți să-l înfășori, strângi crengile, îl demontezi, îl pui în cutia inițială și e așa ca un tub lung, îl pui într-un spațiu, într-o, nu știu, de-a lungul peretelui sau sub pat sau undeva, nu e nicio problemă cu asta. Akárhogy is legyen, a kiválasztott fa csak egy kis része az ünnepnek, és a karácsony lényegéhez semmi köze nincs, így nem lehet rossz döntést hozni. Ez volt a híradó. Legközelebb szombaton jelentkezünk, amikor az év legfontosabb kulturális eseményeit foglaljuk össze.
Kollégáim nevében is szeretetteljes, békés, áldott ünnepet kívánok. Viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.